Lehetséges közvetítőként merült fel Brazília az ukrajnai háborúval kapcsolatban, ugyanakkor a brazil államfő amerikai politikával kapcsolatos megjegyzései ellenszenvet váltottak ki Washingtonban. Luiz Inácio Lula da Silva ugyanis múlt heti kínai látogatásán kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak fel kell hagynia a háború folytatódásának támogatásával. Washington szerint Lula az orosz propagandát szajkózza. A brazil külügyminiszter így reagált az Egyesült Államok kritikájára. Csak azt tudom erre mondani, hogy Brazíliának és Oroszországnak 195 éve fennálló diplomáciai kapcsolatai vannak. Röviden, ennek a két országnak van közös történelme. A Brazíliában tartózkodó Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a kollégájával közös sajtótájékoztatóján kijelentette, Oroszországnak az az érdeke, hogy az úgymond hadművelet minél előbb véget érjen. Lavrov köszönetet mondott Brazíliának az ukrajnai helyzet keletkezésének megértéséért, valamint hozzátette, közös a vágy arra, hogy egy igazságosabb, demokratikus és többpólusú világrendet alakítsanak ki. Lavrov, aki ismét a Nyugatot és a NATO-t hibáztatta Ukrajna inváziójáért, Venezuelában, Kubában és Nicaraguában folytatja dél-amerikai körútját.